Sziasztok! Igazából pont ma volt két hete, bár beszélni még most se nagyon van kedvem róla, nem mintha később lenne. Szóval a szemcseppes történetére elmentünk, hogy javuljon a szeme, ez ugye visszaszámolva bő három hete pénteken volt, utána estére elkezdett köhögni, meg püszkölni, nem volt annyira jól. Szombaton már állatorvosnál voltam vele, és utána elkezdődött egy ilyen bő egyhetes állatorvoshoz, haza állatorvoshoz, haza történet, hol jobban volt, hol rosszabbul volt, nem igazán volt tudtuk, hogy mi van, vagy mi lesz. Először nem tudtunk menni a saját állatorvoshoz, utána Hozzá mentünk, illetve egy kollégájához. Mindenhol végül is antibiotikumot kapott, meg vitaminokat, és tényleg hullámzó volt, már jobban volt, rosszabbú volt, estén általában rosszabbú volt. Ami a legkeményebb a történetben, hogy pont vasárnap, mikor megjöttünk, és már vasárnap reggel is egész jó volt, és kapott egy kezelést vasárnap reggel az ismerősöktől is. Na vasárnap egészen jó volt. Nagyokat aludt, tisztán vette a levegőt, bármikor hozzáértünk, darombolt, semmi jelen nem volt annak, hogy gond lenne, fölébredt, magát a levet, magát a livot. Hajnali fél kettőkor még megsimogattam a helyén, darombolt. Majd ugye jött a szokásos reggel hatos kelés, benéztem a kádba, aludtam, friss alatt, úgy, ahogy szokott. El is mentem mosdóban, meg előkészíteni a dolgokat hozzá. De mikor visszamentem, kiderült, hogy már nem fog fölébredni. Elég jó odavert minket ez a történet, főleg a vasárnap után. Kerestük a mi érteket, vagy, hogy mit hibáztunk, hol hibáztunk, amúgy folyamatosan három különféle állatorvos is azt mondta, hogy ennél többet nem tudunk tenni, meg mi mindig mindent megtettünk az elejétől fogva érte. Lehet, hogy az annyi azért rakta félre, mert ő már érzett valamit. Lehet, hogy nem megfelelően kezeltük, hogy nem, nem, tudom, úgyse fogjuk megtudni erre a válaszokat. Ettől függetlenül nyilván bűntudatunk van, bár nem kellene, hogy legyen. Az állatorvosok is mindent megtettek. Ilyen párom kérdezte, hogy akkor miért kellett megtaláljuk, hogyha így történt. Hát azt mondtam, hogy lehet, hogy ebben a történetben nem mi voltunk a lényeg, hanem ő. Tehát lehet, hogy nem, nekünk nem kellett ebből semmit se tanulni, hanem csak mi voltunk azok, akik elvégeztük ezt a angusztus angusztustalan, hálátlan feladatot, hogy 0-24-ben törődsz, megszeretsz egy kis állatot, akit végül nem bírsz megmenteni. És ez... Róla szólt, hogy nem egyedül, sötétben, hidegben alszik el, hanem jól érezte magát, már amikor jól tudta érezni magát, és melegben mindig szeretve volt, meg mindig volt mit ennie. Nem tudom, mikor leszünk túl rajta, vagy túl leszünk egyáltalán rajta. Eléggé vagyok maradva én is a munkáim, majd csomó mindent kellene csinálni. Persze vissza kellett térni a normális kerékvágásba. Plusz rendesú előkerültek a tesói is, ami már egy másik történet lesz, majd nem sokára onnan is mutatok valamit. Nyilván nagyon nagy űr maradt utána bennünk, mivel megképesztően kedves volt, meg hálás azért valakit a legélétől fogva te etecítatsz meg egymásra vagytok utalva, főleg ő rád. Azért egészen szoros kötelék tud kialakulni. Sok minden van bennem, de nem, nem tudom elmondani. Ez a kép azért van most a háttérben, mert ez egy fehér rózsabokor. Ez fog majd fölé kerülni, ott, ahol nyugszik a kertben sok anyag van róla, de nem, 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 tudom megvágni, meg nem is akarok ide rakni már semmit se róla. Úgyhogy csak le akartam zárni ezt a történetet, és így már ugye neki nem fogunk gazdit keresni, már azt beszéltő párommal, hogy nagy valószínűséggel őt nem adtuk volna ki a kezeink közül. Szóval ennyi volt. Sziasztok!